A percelek hagyatéka nagyon sokrétű. Ha valaki veszi a fáradtságot és végignéz a családfán, a tábornoktól a tudományos kutatóig számos egyénisége fémjelzi mai napig a családot. Percel Béla és ennéven a sorban a harmadik például arról ismert a városban, hogy ő építette a mai könyvtár épületét, és arról is, hogy a Bonyhádi Zománctár alapítója. Őt idézi meg mostantól a könyvtár épületben felavatott emlékszoba. Ez a Percel Béla volt az, aki ezt az épületet építette, nagybirtokosként is próbálkozott azt a vagyont gyarapítani, amelyet felesége révén szerzett meg a Percel család, és vágott bele, majd később vállalkozóként a dominó gyártásba, illetve hát hozta létre a Zománc üzemet. Arról is híres volt, hogy amit vállalkozóként elkezdett, az igazából nem sikerült neki. De ennek ellenére a Zománc gyár és a könyvtár épülete mégiscsak maradandóvá vált. Filóni Ferenci Baja polgármester azt mondta, a város minden erejével azon van, hogy a Percel hagyományok fennmaradjanak. Ezért tesznek lépéseket folyamatosan ennek gondozására. Jó példa erre a kúria vagy az Ermel Vojdnics mauzóleum újjáépítése. Ebben az épületben most vagyunk, és amely Percel Béla jelesül a harmadik polján hangzott, építette. Rengeteg felújítása váró dolog van még, de megkezdtük saját forrásból az épület tetőre rekonstrukciója már megtörtént, és az új energetikai pályázatoknak köszönhetően a város már tervezi, hogy teljes külsejében és belsejében fűtés, korszerűsítéssel, nyilázálló cserékkel és teljes összhangjában meg tudjon újulni ez az épület, ahogy ez egy városi épülethez méltó. Dobos Gyula a megyei levéltár nyugalmazott igazgatója kutatta a Percel család történetét, és tárt szemelvényeket ebből a hallgatóság elé. A könyvtár épülete nem csupán a kölcsönzési funkciónak ad otthont, de helyet ad a város megbecsült embereinek emlékét őrző szobáinak is. Ebbe a sorba lép most harmadik Percel Béla. Régi vágyunk volt, hogy egy negyedik emlékszobánk legyen, és azt éppen az építetőről, tehát aki az épületet építette, Percel Béla 3-ról szóljon. 2020. októberében egy fórumot tartottunk, Percel fórumot, ahova meghívtuk az intézmények vezetőit, illetve egyesületek vezetőit, elnökeit, az önkormányzatot is, hogy közösen gondolkodjunk, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, ezt a Percel emlékszobát. Sok ötlet felmerült, elkezdtünk ezen dolgozni, ugye anyagi lehetőségeink még nem voltak akkor, összegyűjtöttük, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan nézzen ki majd annó, hogyha lesz az emlékszoba. Erre az a Hungarikum pályázat jelent meg, amelyen a Könyvkultúra Közhasznó Egyesület pályázott. Közel 3 millió forintot nyertünk rajta, és így sikerült kialakítanunk az emlékszobát és az emlékkiállítást. Két helyiségből áll az emlékkiállítás, az egyik magáról Percel Béla 3-ról és családjáról, a másik helyiségben pedig a Zománc gyár termékei találhatók meg. Folyamatosan gyűjtjük az anyagot hozzá, és akkor ahogy lesz pénzünk, majd szeretnénk bővíteni. A pályázatnak köszönhetően egy pályázatot is meg tudtunk hirdetni, amit most ebből a pénzből jutalmaztunk. Percel család és Bonyhád címmel hirdettük a rajzpályázatot, középiskolások és általános iskolások jelentkeztek, inkább a bonyhádiak, ők küldtek be pályázatokat, amit ki is állítottunk. A meghirdetett pályázatra közel 70 pályamunka érkezett, ebből 16-ot díjazott a szakmai zsűri.